Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a templomban, és azokat is, akik a videó felvételen kapcsolódnak be mai alkalmunkba. Bibliaolvasó útmutatónk egyik mai igéjével, hadd köszöntsem a testvéreket Józsué 22:5-ből. De nagyon vigyázzatok, szeressétek az Urat, a ti isteneteket, és mindenben az ő útjain járjatok. De nagyon vigyázzatok, mint egy aggódó szülő, ahogy a gyermekének mondja, amikor otthonról elindul, de nagyon vigyázzatok. Valahogy így szól hozzánk ma is mennyei atyánk, mert emberileg nézve nem tudhatjuk, hogy mit hoz a ma, mit hoz a holnap. És egy dolog, ami biztos, ahogy itt az ige is mondja, hogy szeressétek az Urat, a ti isteneteket. És ő biztos lesz a mi életünkben. Biztos akkor, ott lesz akkor is, amikor örömökben, áldásokban vagyunk, és ott van akkor is velünk, amikor veszteség, fájdalom, nehézség ér utol bennünket. Különösen is fontos ez a mai napon, amikor meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáit az oltárunkon. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében emlékezünk meg, egy éve elhunyt testvérünkről, Varga Lászlóról. Lacit tavaly február 14-én tragikus hirtelenséggel ragadta el közülünk mennyei atyánk. Akkor János 8:12-ből szólt hozzánk Istenünk vigasztaló szava. Jézus mondja, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ezt az életnek világosságát, Krisztusnak a világosságát kívánjuk az emlékező családnak. Isten adjon nekik vigasztalást. Ezen kívül az elmúlt napokban két gyülekezeti családból is érkezett halálhír, akik távolabb élő rokonaikat, szeretteiket veszítették el. Őrájuk is szeretettel gondolunk, és Istennek a vigasztalását kívánjuk őnekik. Őrájuk is gondolva szól majd a befejező oltári imádságban a könyörgés. Illetve egy gyülekezeti tagunk pedig kórházba került súlyos állapotban, intenzív osztályon. Ő érte is fogunk ma imádkozni. Isten adjon neki, ha lehet, gyógyulást. Tragédiák viszont, nehéz helyzetek viszont nem csak a közelben, hanem a távolban is történnek. Szomorú szívvel láthattuk mindannyian a hírekben a Törökországban és Szíriában történt földrengést és annak szörnyű pusztítását. Sok ezer ember halt meg, sokan veszítették el hajlékukat. Egy fényképet hoztam, bár tudom, hogy sokat láthattunk ezekből a hírekből, ezen egy magyar honfitársunk, egy mentőcsapatnak a tagja, és kisebb részen ott van a mentő kutyája is, akik még a mai napon is küzdenek és próbálják menteni a menthetőt, az ember életet menteni. Tudjuk azt, hogy milyen nehéz helyzetek és tragédiák vannak ott is. És éppen ezért egyházunk gyűjtést hirdetett a mai vasárnap persejpénzével, tudjuk a bajba jutottakat támogatni. Az adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet, egyházunk segélyszervezete fogja eljuttatni a bajba jutottaknak. Egészen pontosan Szíriában, az Aleppo térségben fognak segíteni az adományokkal, amiből élelmiszert, higiéniai csomagokat, takarókat és szállást intéznek, azzal segítenek a bajba jutott családoknak. Úgyhogy így gondoljunk, kérem, majd az adakozásokra. De a nehézségek mellett történnek csodák is ezen a területen, amikor találnak még mindig túlélőket. Egy ilyen fényképet is hoztam, hogy kicsit ezt az örömöt a sok nehézség és fájdalom mellett is átéljük. Itt Szíriában történt, hogy egy kislányt találtak meg a romok alatt éppen egészségesen. Adja Isten, hogy ha még lehet, minél több ilyen eset is történhessen. Mindezek a nehézségek, akár személyesen, akár távoli események is, azt hiszem, hogy arra intenek bennünket, hogy elcsendesedjünk Isten előtt,
és keressük még jobban az ő kegyelmét és irgalmát. A nehéz hírek után azonban az örömöket is hadd osszam meg. Pénteken este ismét tarthattunk ifjúsági órát a 18 év feletti fiataloknak. 6 testvérünk tudott ide eljönni. Reménységünk az, hogy tud majd rendszeressé válni ismét ez az alkalom. Jövő vasárnap, ha Isten engedi és élünk, ismét lesz Isten tiszteletünk 9 órai kezdettel, vagy pedig február utolsó vasárnapján, 2 hét múlva könnyű zenés családi Isten tiszteletünk lesz, utána szeretett vendégsége hívogatjuk a gyülekezet tagjait. A felnőtt kórussal már elkezdtük a felkészülést, és kérem majd, ahogy eddig is, hogy a vendéglátásba, aki tud, segítsen be. Előre is köszönet ezért. Köszönet még az egyházfi, a takarítás és a videó szolgálatért minden testvérünknek, akik ezekben segítenek. Hirdetem még végül adományainkat. Múlt vasárnapi perselypénzünk 12.100 forint volt, míg az emlékező család 20.000 forintot adományozott a gyülekezet céljaira, Isten dicsőségére. Úrunk áldja meg az adakozókat, és adja meg az adományok bölcs felhasználását. A főének alatt majd a gyermekek gyermekfoglalkozásra mennek át a gyülekezeti terembe. Isten hozott titeket, kicsikék. A 78-as énekünkkel, evangélikus énekeskönyvünk 78-as számú énekével folytatódjon alkalmunk, Látod Isten életünket.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A 44. Zsoltár így tesz bizonyságot. Serkenj fel, Uram, ébredj és siess segítségünkre. Miért rejted el orcádat? Miért feledkeztél meg nyomorúságunkról és ínségünkről? Szóbeszéd tárgyává lettünk a népek között. Fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Urunk, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Serkenj fel, Uram, ébredj, és siess segítségünkre. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk ma a te házadban. Olyan jó te hozzád jönni, mert eléd hozhatjuk örömünket, hálaadásunkat, de ugyanúgy eléd hozhatjuk a szív fájdalmát, kérdéseinket, hitünk küzdelmeit. Urunk, kérünk, szólj ma is hozzánk élő igédben. Tégy hallóvá, adj nekünk halló szívet, halló füleket, te rád nyitott értelmet. Tégy ugyanakkor türelmessé és hűségessé is. Hogyha nem is értjük még a te akaratodat, döntéseidet, attól, hogy tudjunk megmaradni mégis te benned és te nálad, hűségesen hadd kövessünk téged, hadd láthassuk meg az élet világosságát, amit te megígértél a te benned bízóknak. Urunk, kérünk, bocsásd meg bűneinket is, vedd el vétkeinket, vedd el mulasztásaink terhét, és adj új életet a te szent fiad, Jézus Krisztus által. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapon, 60. vasárnapján az oltár előtti felolvasásul rendelt igéinket. Először Pál II. Korintusi leveléből, a 12. rész első 10 verséből a következőképpen. Fennállva hallgassuk az igét. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, melyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, és nem önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, akkor nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És hallgassuk meg az evangéliumból, Lukács evangélium a 8. részéből, a 4-estől a 8-as versig terjedő szakaszt is, a magvető példázatát. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, tudnélik Jézushoz, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták. Vagy megették az égi madarak.
Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket mondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet, gyermekeket elengedjük a gyermekfoglalkozásra, mi pedig készüljünk az ige hirdetésre, énekeskönyvünk 460-as számú énekével, Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Múlt vasárnapon elkezdtük a böjte felkészítő, húsvét felé vezető utunkat, az ószövetségi Ézsaiás próféta könyvének tanulmányozásával. Akkor az első fejezet alapján arról hallottunk, hogy Istennek mennyire fáj az, hogyha népe csak lélek nélkül gépiesen jön elé, és gyakorolja az ő hitét, vallását. Szeretete pedig olykor az ő haragját is előhozza belőle. Ez azonban más, mint az emberi harag érzésünk, indulatunk, mert ő nem ránk, hanem arra a bűnre haragszik, amit ő helyette választunk, akit ő helyette követünk. De még a legmélyebb, legeltévejedettebb helyzetünkben is kínálja nekünk a bűnbocsánatát és kegyelmét. Így megyünk ma tovább, és ugrunk ennek a könyvnek, Ézsaiás próféta könyvének a 6. fejezetére, ahol egy különleges találkozás vár Ézsaiásra, és reménység szerint ránk is. Helyünkön maradva hallgassuk meg, hittel és figyelemmel Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetéből az első 8 verset. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok. Engem küldj. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ézsaiásról, erről az ószövetségi bibliai szereplőről, aki proféta volt, megtudtuk már, hogy Krisztus előtt 700 évvel ezelőtt élt. És az időbeliségét, a történelmi voltát mai ige szakaszunk is kihangsúlyozza, amikor ezzel kezdődik az ő elhívásának története, hogy Uzziá király halálának évében. Ugye az ószövetségi, az ókori történelemben a nagy birodalmaknak sokszor így mérték az idejét, hogy melyik király uralkodásának melyik évében történt ez vagy az az eset. Uzziá király halála, kutatók szerint nagyjából időszámításunk előtt 740 és 730 közé esett. Bár itt ebben az ige szakaszban egy nagyon különleges Isten élményről van szó, egy olyan látomásról, ami felette volt térnek és időnek, de mégis láthatjuk, hogy ebben a világban, a mi világunk történetében egy valós húsvér emberrel történt ez meg. Ebben a világban, de mégis kiragadva egy pillanatra, egy időre ebből a világból az Isten közelébe. Ez a kettőség jellemzi mindig azt, amikor mennyei atyánk belép véges világunkba. Vagy amikor éppen egy pillanatra bennünket kivon a mindennapokból, és magához közel von, közel emel, és csodás módon találkozhatunk vele. Amikor véges, halandó emberként megláthatunk valamit, megérezhetünk, megtapasztalhatunk valamit a végtelen Istenből. És ezeknek a különleges alkalmaknak, pillanatoknak
mindig van valami célja. Istennek mindig van valami célja, amikor találkozásra hív bennünket. Így van ez ma is, és nézzük meg, hogy ebben a mai igében, mai történetben mi is a cél. Hol van Isten? Ez lehetne első pontunknak a címe. Hol van Isten? Ez a kérdés pedig keserű módon megszólal bennünk, amikor szembesülünk saját életünk keserűségeivel, vagy éppen amikor bekapcsoljuk a híreket, és látjuk a világ méretű bajokat. Hol van Isten, amikor kedves szerettem rosszul lett, és hirtelen meghalt? És ma már csak emlékezni tudunk őre. Hol van Isten, amikor 2000 kilométerre innen hatalmas földrengés támadt egy hajnalon, és ami miatt tízezrek haltak meg, és sokan-sokan veszítették el otthonukat, mindenüket? Hol van Isten, amikor Ukrajnában már lassan egy éve tart a háború, a vérontás, és még mindig nem látszik a rombolásnak, a vérontásnak a vége? Hol van Isten? Nem értjük, hogy mindez miért történik. Mintha már nem Isten kormányozná az eseményeket. Minthogyha magunkra maradtunk volna, személyes vagy világméretű gondjainkkal. Hol van Isten? Ez lehetett annak idején Ézsaiás kérdése is, amikor Uzziá király meghalt. Mert végre egy jó és hívő uralkodó volt a trónon, aki egybe tartotta a szétszakadozásra, az Istentől való elfordulásra annyira hajlamos népet. De elment a király. Sőt, uralkodása végén ő maga is a sikerek és áldások nyomán olyan büszke lett, hogy még az Istennel is szembe fordult, és ezért ítélet érte utol, és elragadta Isten, meghalt. Pedig jöhetett már volna a javulás, a felemelkedés időszaka, de elveszítettük a királyunkat. Mi lesz most velünk? Hol van Isten? Gondolhatta jogosan a próféta is. Úrunk pedig nem hagyja válasz nélkül a hozzá szóló, a kiáltó szót. És válaszol. Válaszol. Van, hogy egy igében válaszol. Van, hogy egy éneknek a szövegében, van, hogy egy testvéri szóval, aki odajön és megszólít, de mintha az Isten szólna általa, vagy egy olyan eseménnyel, ami megmutatja, hogy Isten válaszolt. És néha megesik, mint itt ebben az igében is, hogy egy látomást ad. Nem valami homályos álomról van itt szó, amit fejtegetünk, ahol mindenféle átvitt értelmet keresünk, belemagyarázunk jelentéseket, hanem itt egy egész konkrét, egész pontos látomás, ahol Ézsaiás tudja jól, hogy itt az Isten előtt van, és ő szól most hozzá. Amit pedig lát, az egy mennyei templom, egy mennyei trónterem, ahol jelen van az Úr, bár magát Istent nem látja, de azt látja, hogy a palástja, az betölti az egész csarnokot. Olyan hatalmas király ő, hogy még ez a csarnok sem tudja őt befogadni, annyira felette áll mindannak a nagyságnak, amit mi emberileg el tudunk képzelni. Hirdeti ez Isten hatalmas voltát, ez a látomás. Másrészt azonban azt is hirdeti, hogy Isten ott van a trónon. Isten a helyén van. Nem halt meg, nem mondott le, nem ment nyugdíjba, nem váltotta le senki őt az ő uralkodásában, mert a trón nem üres, hanem Isten foglal rajta helyet továbbra is. Emberileg nézve Ézsaiás elvesztette a királyt, és talán aggódni kezdett, hogy mi lesz ezután. Hasonló pedig velünk is megesik, amikor elveszítjük lábunk alól a talajt, amikor elvesztünk mondjuk mi is egy embert az életünkből. Akár valami hirtelen helyzet áll elő, amire nem készültünk fel, amikor valami váratlan új felállás következik életünkben, amire nem szólt senki előre, csak benne találjuk magunkat.
amikor a hírekben hallunk valami újabb nehézségről, katasztrófáról vagy háborús helyzetről, és megesik velünk is, hogy elveszítjük lábunk alól a talajt. És ilyenkor emberi módon teljesen érthetően ránk tör a félelem, hogy mi lesz most, mi lesz ezután, mi lesz velem. Ki vezeti most ezt a gépet, mintha nem ülne senki a pilóta fülkében, mintha csak úgy véletlenül történne minden, mintha a kapitány elhagyta volna a fedélzetet, mi pedig zuhannánk a mélység felé. És hol van az Isten? Az ige viszont biztosít ma bennünket újból afelől, hogy Isten a helyén van. Kezébe tartja a kormányt, ott ül a trónon, kezében tartja életünk eseményeit és a világ eseményeit is egyaránt. Hogyha pedig nem látod őt, testvérem, hogyha kétségeid vannak afelől, akkor kiálts hozzá és keresd őt. Akár így, hol vagy Istenem? Hol vagy most, amikor fájdalmaim vannak, amikor gyászom van, amikor emlékezésben vagyok, amikor kórházban levő szerettemért aggódom? Hol vagy most, Istenem? És biztos vagyok benne, hogy ő meg fogja mutatni magát. Válaszolni fog nekünk. Közel van örömünkben, sikereinkben, gyógyulásainkban is, de ott van bizonytalanságaink között is. Ott van magányunkban, ott van szomorúságunk idején is. Isten ott van Ukrajnában, hiszem, ott van Törökországban, Szíriában is, és ott van, testvérem, a te életedben is. Sem a világot, sem az életünket nem valami robotpilóta irányítja. Nem vakon repülünk, hanem Isten a kapitány. Még akkor is, hogyha most éppen rázós az út. Ő ott ül a trónon, és ma is uralkodik. Szemmel tartja a világ folyását és életünk alakulását is. De menjünk tovább a második pontra, amikor ezt a kérdést fogalmazhatjuk meg, hogy hol vagyok én? Rendben, Isten ott van, ül a trónon, de hol vagyok én? Ő hozzá képest. Ézsaiás hirtelen ott találja magát az Isten jelenlétében, felfogja, hogy hol van, hogy a Szent Isten közelébe van, és meglátja az ő fényében a maga kicsinységét és a maga elveszett állapotát. Hogy a hatalmas és szent Istenhez képest én picike vagyok, én semmi vagyok. Sőt, hát az ő teljes tisztaságához képest az én bűneim most még inkább égetnek és bántanak. És ezért kiált fel így, hogy jaj nekem, elvesztem. Hasonló ez ahhoz, mint amikor mondjuk valaki otthon dolgozik, munkásruhában valami olyan dolgot, hogy koszos lesz, földes, olajos vagy valami, de abban a munkában, abban a helyzetben ez teljesen helyén való, hiszen így szoktuk végezni ezeket a munkákat. De hogyha mondjuk egy ilyen koszos munkásruhában hirtelen becsöppennénk mondjuk egy esküvői ünnepsége, ahol mindenki a legszebb ruhájában, a legdíszesebb öltözékében ünnepi pompában van ott, akkor hirtelen elszégyelnénk magunkat. Hirtelen azt éreznénk, hogy én nem vagyok idevaló ebben a koszos, szakadt munkás ruhában. Ez nem idevaló, nem helyén való. Lelki értelemben ez történt Ézsaiással is, amikor a maga bűnös életével ott találta magát az Isten tökéletes szentségében. És az ő tükrében meglátta a saját maga szennyes voltát. Az Urat látva, megtapasztalva, felismerjük mindnyájan, hogy ő mennyi minden, én pedig mennyi minden nem vagyok. Felismerem, hogy nem én vagyok a király, mégsem. Nem én uralkodom az én világom felett, az én életem felett, hiszen Isten ül a trónon, és nem én. Mellette pedig nemhogy trón, de még csak egy kis sámli sem jut nekem. Nekem nincsen ott helyem az Isten közelében, önmagam szerint. Ézsaiás ezért is kiált így, hogy jaj nekem! És mi sem tudnánk szerintem ebben a helyzetben mást mondani, ha most hirtelen oda csöppennénk az élő Isten elé. Csak lerogyni és összetörni. Hiszen ő előtte, Isten előtt kiderül minden bűnöm, felszínre jön minden takargatni valóm, sötét titkaim is világosságra kerülnek.
ez pedig Isten előtt azt gondolom, hogy mindenkit összetör. Hogy ilyen vagyok, de nem is kell oda kérdőjel. Ilyen vagyok. Újunk pedig pontosan így dolgozik velünk. Először hagyja, hogy összetörjön, ami magabiztos, önmagunkat folyton igazoló és felmentegető énünk. Az az énünk, ami nem szorul rá Isten irgalmára. Jó vagyok én így is. Aki, amikor egyedül akarok szembenézni a holnappal, egyedül akarok én megállni minden kihívással, minden akadállyal, ami rám vár. Ebben az összetörtségben azonban, amit Isten elénk ad, abban nem hagy egyedül bennünket. Nem hagy magunkra, hanem szeretne újból felépíteni, és új életet adni. Kicsit hasonló ehhez, mint mondjuk egy banális példa, egy tojás. Ugye, ami tojás, ami egybe van, önmagában van, az egy nagyon szép forma, lehet fogni a kezünkbe tartani, vagy húsvét idején kifesteni, de sokkal többre nem megyünk vele. De hogyha azt a tojást összetörjük, akkor lehet belőle táplálék, akkor lehet belőle étel, egy jó rántotta, vagy egy sütemény, bármi, ha összetörjük. Akkor nyeljük ki az igazi valóját, gazdagságát. És így van a mi életünkkel is Isten előtt, hogyha ő előtte meg lehet ez az összetöretés, ami bár fájdalmas, de mégiscsak a javunkra válik, akkor lehet abból egy új életet, Istennel való életet felépíteni. Hol vagyok tehát én az Isten előtt? Ha őszintén jövök elé, akkor kicsinségben, bűnös állapotban, meghajolva és összetörve. De itt van a harmadik kérdésünk, a mai utolsó kérdésünk, hogy hogyan tovább? Ott vagyok az Isten előtt, megláttam bűnös voltomat, elveszettségemet összetörtem, de hogyan tovább? Törökországban és Szíriában a földrengés nyomán rengeteg épület összetört. Láthattuk ennek a felvételeit híradókban, híradásokban. Összetörtek lakóépületek, ott van a sok beton, a tégla, ripityára törve, és ezekből a romokból tudjuk, hogy már soha nem lesznek otthonok. Azokból már nem lehet még egy vityillót se összetákolni, azokat el kell takarítani, és megy minden hulladékba. A romokból már ott nem lehet fölépíteni semmit. Amikor azonban Isten előtt törünk össze lelki értelemben, és ő előtte alázkodunk meg, akkor nem hagy bennünket romjainkban. Nem hagy bennünket felismert bűnünk súlya alatt, nem hagy bennünket a mélységben, hanem azokból a romokból, a romjainkból fel tud és fel is fog építeni. Elkészíti a menekülés útját, elkészíti a bűnbocsánatot és a szabadulást is. Igénkben ez úgy történt Ézsaiással, hogy jött egy szeráf, egy ilyen angyalhoz hasonló mennyei lény, az oltárról, ugye ami égő áldozati oltár volt, elvett egy izzó szenet, egy nagy izzó parazsat fogóval, és hozzá érintette Ézsaiás szájához, ezzel kifejezve az Isten megtisztítását, hogy kiégeti, kitisztítja belőle azt a bűnt, ami elválasztja őt Istentől. Nem olvassuk most itt a pontos körülményeket, hogy ez meg is égette volna a száját, vagy bármilyen sérülés történt, de nem is ez a lényeg, hanem a megtisztulás. Hogy az Isten megtisztította őt, megszabadította, összetört állapotából, talpra állította újból. És olyan furcsa, olyan idegen, ijesztő ez a kép, ami ebben a látomásban történt, de mégis hatásos. Ézsaiásnak ezt csak el kellett fogadnia. Nem kellett érte semmit tennie. És Isten azt látjuk, hogy a bűnlátás, a bűnbánat mellé, az összetöretés mellé mindig elkészíti a megtisztulás és felépítésnek az útját is. Ha mélységbe is enged szállni, utána elkészíti a felemelkedésnek az útját is. És a megoldása a mi esetünkben sem mindennapi. A mi esetünkben is olyan furcsa, talán kellemetlennek is hat. Mi nem izzó szenet kapunk, bár lehet, hogy rászorulnánk sokszor naponta, talán többször is, hanem valami más, valami sokkal hatásosabbat talált ki a számunkra,
amit csak egyszer kellett bevetnie. Az ő egyszülött fiát küldte el, értünk, aki kereszten halt bűneinkért. Nem kímélte önmagát, hanem engedelmes volt a halálig, a keresztig. Addig a mélységig, ahonnan emberileg már nem volt kiút, nem volt visszaút. A kínszenvedést vállalta, értünk, Krisztus. Hagyta, hogy összetörjék, hogy nekünk már ne kelljen ilyen módon szenvednünk. Számunkra már nincsen ítélet, nincsen kereszthalál, nincsen az Istentől való elvettetés. Már csak a lélekben való összetörésre van szükség az Isten előtt. Hogy ne önmagamat akarjam igazolni, hanem az Istent keressem. Ő pedig adja a bűnbocsánatát és adja a kegyelmét nekünk. Végül pedig üzenetünk lezárásaként tudjuk azt, hogy Jézusnak a nagypénteki összetöretése az nem a történet vége volt. Mert harmadnapon, vasárnap reggelén új élet következett számára. Feltámadt és újból élt. Ugyanígy lehet új élete annak is, aki Isten előtt most összetört, aki mélységbe jutott, de kéri az ő kegyelmét. Kéri, hogy Uram, építs fel! Itt vagyok előtted összetörten, építs fel, adj új életet. Ézsaiást ezen a ponton elindította, megerősítette prófétai szolgálatában. Itt vagyok, engem küldj, kiált Ézsaiás, amikor Isten keresi, hogy kit küldjek el az én követségemben. És valami hasonlót tartogat nekünk is, Istenünk, hogyha megtapasztalhattuk az ő kegyelmét, az, hogy ő fel tud bennünket építeni, akkor tegyünk róla bizonyságot, hogy van élet a bűnök mélysége után is. Van élet az összetöretés után is. Nem egyedül, nem a magam erejéből, hanem Istennel. Van megváltás, és van örök élet Krisztusban. Ebben az életben pedig már tudom, hogy ki ül a trónon. Nem én, hanem az Isten. És de jó, hogy ő van ott. És tudom azt is, hogy Krisztusért én is ott lehetek az ő színe előtt. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönjük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy nem hagytál bennünket ma sem magunkra, hanem folyton, örökké ott ülsz a trónon, uralkodsz a világ felett, és uralkodsz felettünk is. Kérünk Istenünk, hogy hadd jöjjünk most te hozzád, hadd kapaszkodjunk beléd, hadd álljunk meg mi is lélekben a te mennyei trónszéked előtt, ahol Jézusért már nem kell félnünk, nem kell aggódnunk, hanem bátran tekinthetünk rád, és hozhatjuk eléd mindazt, ami most a szívünkön van. Ámen. A folytatásban pedig egy énekkel válaszoljunk Isten igéjére, a mennyben fenn a trónusnál. Amen.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hisszük, hogy szeretsz bennünket, és hogy gondunkat viseled, és kérés nélkül is megadod mindazt, amire szükségünk van. Könyörgünk, hallgass meg minket most is, amikor bizalommal hozzuk eléd kéréseinket. Urunk, könyörgünk az ige hirdetéséért, minden egyházban és minden gyülekezetben, ahol Krisztust vallják Úrnak és megváltónak. Add, Urunk, hogy a Te igaz beszédedet mindenütt és mindig tisztán és igazán hirdessék. Ugyanígy kérünk a gyülekezeti munkatársakért is, hogy bátran induljanak, és találják meg azt a feladatot, amit rájuk bíztál saját közösségükben. Hadd válaszolhassunk hívásodra mi is, minél többen Izsaiás szavaival együtt, itt vagyok, engem küldj. Add, Urunk, hogy aki a jó hírt hirdeti, maga is jó hírré váljon. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk a téged keresőkért és azokért is, akik még nem ismernek téged. Tartsd kezedben életüket, és add, hogy minden időben rád találjanak. Ne engedd, hogy a mi mulasztásaink, meggondolatlan mondataink, viselkedésünk, bűneink elsodorják őket a te közeledből. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, rémülten látjuk a törökországi és szíriai földrengés képeit. Sokan haltak meg, veszítették el szeretteiket, reményüket. Kérjük, vigasztald a gyászolókat. Oltalmazd az otthon nélkül maradottakat. Segítsd a mentő alakulatok, orvosok és ápolók munkáját. Add, hogy felismerjük, hogy ezzel a sok próbatétellel földi létünk végességére akarsz bennünket ráébreszteni, hogy megtérve nálad keressünk menedéket. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk a betegeinkért is, adj nekik enyhülést, ha lehet, gyógyulást. Kérünk most különösen is súlyosan beteg testvérünkért is, vigyázz rá, hozd vissza őt szerettei körébe, adj neki is még kegyelmi időt. Urunk, eléd hozzuk ma emlékező és gyászoló testvéreinket is, akik mindannyian rászorulnak a te erődre és vigasztalásodra. Add nekik azt a bizonyosságot, hogy amikor minden összeomlani is látszik, te ott ülsz a trónon, kézben tartod életünket, és ebben a nehéz helyzetben is képes vagy vigasztalást adni. Ezzel a bizalommal a szívünkben most így fordulunk hozzád. Jézus Krisztus, halált győző, életet ajándékozó Úr, meghalt, akit szerettünk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál barátod sírjánál. Emberé lettél, megértett fájdalmunkat, emlékezésünket és gyászunkat. Előtted nem kell szégyelni könnyeinket. Köszönjük, amit előrement testvéreinkben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt járt közöttünk, és a miénk lehetett. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, adj nekünk vigasztalást. Őrizd meg attól, hogy úgy emlékezzünk, és úgy gyászoljunk, mint akinek nincsen reménysége. És amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törölj le minden könnyet, némíts el minden panaszt és jajszót. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, a Te végtelen irgalmadban bízva kérünk, hallgass meg minket a mi Urunk Jézus Krisztusért, akinek nevében együtt egymásért még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Most pedig kérem, hogy helyünkön fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Hódítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet, és befejezésül énekeskönyvünk 435-ös számú énekét énekeljük, Jöjjetek, Isten fia hív! Erős vár a mi Istenünk!